Köszöntöm Önöket a Szignatúrában, a Keszt Helyi Televízió heti kulturális magazinjában. A Balaton Színházban vagyunk, ahol április 9-éig még látható a helyi születésű Hermann Alice bemutatkozó tárlata. Emellett megnézzük Turi Török Tibor csehországi munkáját, egy mandala kiállítást, egy régészeti előadást, végül pedig Aladdin történetét. Induljon hát az eheti kultúrbarangolás! Hermann Alice első alkalommal mutatkozik be önálló tárlattal szülővárosában. Saját istenképét és egy csendes könyvhöz készült sorozatot is a közönség elé tár, végül a Hősök győznek címmel a Balaton Színház Básti termében és emeleti folyosóján. Semmi tudatosság, meg tervezés előtte nincsen, hanem az egész, mint egy folyam. Úgy alakul bennem. Hogyha kezébe vesz valaki egy ilyen könyvet, és végignézi, akkor rájön, hogy hát ennek sokkal mélyebb tartalma van, mint hogyha ott lennének mellett a szavak, mert pont azért, mert sok mindent jelenthet. Hermann Alice-ban képről képre épül az alkotás folyamata. Mindig megtalálja az új motívumokat, gondolatokat. Festés közben hangos könyvet hallgat, ami sok inspirációt ad neki. A Balaton Színházban rendezett tárlatát két részre osztotta. A Básti teremben egy csendes könyvhöz készült sorozat látható. A Silent Book még viszonylag új művészeti ág, szöveg nélküli képes könyv. Alice a dű témáját dolgozza fel két gyerek ábrázolásával. A könyv és egyben a tárlat címe végül a Hősök győznek. Egy testvérpárnak a története, hogy a kisfiút megdobja labdával a kislány, és mérges lesz, és ennek a dű érzelmnek, a gyermeki dű érzelmének az anatómiáját próbáltam egy picit megmutatni, illetve egy ilyen feloldást is szerettem volna nyújtani a végére. Megküzdenek ezzel a sárkánnyal, ami ugye ezt a rossz érzelmet szimbolizálja, és végül is aztán legyőzik ezt, úgyhogy ezért lett a könyv címehez. Alice 2008-ban kezdte a Képzőművészeti Egyetemet, előtte Orlajos szobrászművész tanította őt. Ezt megelőzően nem járt művészeti iskolába, fodrásznak tanult az Asbódban. Szobrászművészként diplomázott, de nem volt műterme, ezért a festészettel és a rajzolással kezdett el foglalkozni. Gyermekei születésekor az anyaság töltötte ki minden idejét, egy-két éve kezdett ismét a művészettel foglalkozni. A színház emeleti folyosóján bemutatta a régebbi, többnyire krétaceruzával készült munkáit, illetve újabb festményeit is. Ezek egy újabb ciklust képviselnek. Elkezdtem egy újabb ilyen geometrikus ilyen koncepciót belevinni, hogy meg lehet figyelni, az összes képben van vagy négyzet, vagy kör, vagy háromszög motívum, vagy mind a három együtt, vagy maga a kép olyan alakú, és ezek mind szimbólumok, és a színek is fontosak, mert az is, hát így ilyen keresztény szimbolikát használok. Tehát a színeket onnét származtatom, például mondjuk a lila, hogy az mondjuk egy ilyen önvizsgálat, bűnbánat, illetve mondjuk a geometrikus szimbólumoknál is ugye a háromszög az ugye az égi szakrális minőség, és a körnek az örökké valóság, a tökéletesség, a nézetnek a földi dolgok. Tehát hogyha ezeket a dolgokat így egymás mellé rakjuk, akkor kicsit más értelmezést kap a kép. Tehát, van egy ilyen plusz mondani valója, hogyha ezeket az ember így hozzá társítja ezeket a plusz tartalmakat. Alice legújabban a minimalizmus irányába mozdult el, de nem szeret stílusok alapján dolgozni, saját ízlését és pillanatnyi gondolatait követi. Így próbálja a maga útját járni. 21 éves kora óta aktív alkotó,
Keszthelytől a fővárosig bemutatkozhatott már csoportos tárlatokon, de önálló kiállítása még nem volt. Sokat jelent neki, hogy szülővárosában történhetett ez meg. Ezt szerintem el se tudtam volna képzelni máshol. Nekem Keszthely az nem csak az otthonom, tehát én nekem ez a kedvenc helyem a világon. Tényleg, és itt nagyon örülök neki, hogy sok ismerős van, aki meg tudja nézni most, hogy egyetemben foglalkozom, és itt a család, és itt vannak a barátok, és nekem ez egy fontos dolog, igen, hogy nem egy vadidegen helyen van ez az első kiállítás. Alice kiállításának megnyitóján családja, barátai, művésztársai is megjelentek, köztük Miklós Hajnal, akivel több alkalommal is állítottak ki már együtt. Azt gondolom, hogy Alice egy nagyon sokoldalú képzőművész, aki miközben ellátja az édesanyai feladatait, könyvet szerkeszt, fest közben, meg néha még tanárként is dolgozik. Úgyhogy szerintem ő nagyon összetett személyiség, és nagyon-nagyon sok mindent hordoz magában. A képzőművészetet hivatásként éli meg Hermann Alice. Úgy véli, ezzel feladata és felelőssége van, ezért mindig olyan tartalmakat kíván létrehozni, ami hasznos. Túri Török Tibor keszthelyi szobrász alkotásait egyre több helyen megtaláljuk. Nem csak Magyarországon, hanem határainkon túl is. Nemrég a legnagyobb cseh fürdővárosban, Karlovivárében avatták fel az általa készített Arany János emléktáblát. A 19. század egyik nagy magyar költője volt Arany János, az író elbeszélő költeménye az irodalom csúcspontjai. Az irodalom méltóságának képviselőjéhez számos település neve fűződik, Nagyszalontától Debrecenen és Bécsen át egészen Károly fürdőig, ahogy a legtöbben ismerik, Karlovivariig, ahol a napokban avattak emlékére emléktáblát. Kicsit ilyen szerencsém volt, és itt a kibontakozásnak egyik helyszíne volt, kellemes helyszíne. Arany János 8 alkalommal kuráltatta magát a Karlsbadba, és epe bántalmai voltak, sokszor szomorúan is megverselve távozott onnét. Ő úgy érezze, hogy a betegségét nem tudják meggyógyítani. Hát 8-szor ott volt a város közepén, a városnak a centrumába, egy panzióban lakott, és a háború után, két háború között még németül volt kiírva, de magyar szó nem volt. Utána kiírták csehül, de ott se volt magyar szó a táblán, és akkor hát több turistát, meg hát aki arra járt, magyar bántotta, és jött a gondolat, hogy van a Cseh-Morva Magyarok Szövetsége, Cseh-Morva Országi Magyarok Szövetsége, és hát ők ötleteltek ebbe az irányba, hogy akkor készítsek domborművet, és én elkészítettem. A felkérés megtisztelő volt a keszthelyi szobrász számára, a kivitelezés azonban kicsit bonyolultá vált. Az a baj történt, hogy van az öregebb, amikor a őszikék versziklus írja, Margit szigeti a fák alatt, és azt az arcot készítettem el. És akkor azt mondják, hogy az nem sztereotíp, nem a megszokott arc, hát akkor kéne egy fiatalabb kellene. Akkor csináltam egy fiatalabbat, azt a macskabajszú nagyszalontai jóképűt, és akkor hát kicsit alakról, mert végülis nem fiatalon volt ott, viszont ott az emlékeztet jobban Aranyra. De akkor még emberé jött az, hogy, és talán jól, hogy fölbe ment a környező hegyek egyikére, ahol volt egy kápolna, ahol volt egy pad, és hát ott szomorkodott szegény, rendszeresen följárt, és oda fog kerülni a második. Tehát kettő lesz. Az avatáson jelen volt Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, Andrea Pfeffer Ferklová polgármester, Baranyi András hazánk prágai nagykövete, és a Cseh és Morvaországi Magyarok Szövetségének elnöke Rákóczi Anna. Voltunk sokan, jó hangulatú volt, és akkor kicsit töltekeztem ilyen, valami elég tétel volt nekem, hogy
tudtam adni aranynak is valamit, mert hát gyerekkorunkban is, hogy máig is, mikor szól a hangos könyv, nem egyszer a Toldit hallgatom, mert hát ilyen kristálytiszta nincs. Kiműveltem, mert tudtam, hogy milyen gazdag a magyar nyelv. Ő neki volt a legnagyobb szókincse aranynak. Tudnék, hogy Shakespeare 5000 szóból írt, arany meg 40000 szóból. Ott meg kiavítottak, a plébános mondja, szóval nem, azt a művész úr, 60000. Mondom, hát én beregyed, csak kevesebbet nem mondjanak. Túri Török Tibor vallja, hogy akkor tud alkotni, ha saját maga is benne van az alkotásaiban. Azt szoktam ilyenkor mondani, hogy meg kell fogalmazni az arcot. Nem elég látni, nem elég szolgáljan lemásolni, reprodukálni, hanem kell valami lelki, valamilyen közösség, szihés azonosulás, amit nem egyből látsz meg, hanem érdekes módon fizikai optika, hogy nézed az A4-esen 2D-be azt a valamit, és akkor napok múlva látok olyan arcalkotókat, amit előtte nem. Ez folyton nem tudom, vagy javul a szemem közben 2 nap alatt, vagy pedig valamiféle átérés hozza ezt a tisztánlátást a modell irányába. És mikor valamilyen azonosság jön, egy lelki azonosság jön, akkor fut a formázófa, akkor már könnyű, akkor jó. Pláne, hogyha már kicsit meghúzott, megkötött, akkor már nem annyira képlékeny, és akkor még mehet bele a részlet. Az aprólékos munkát megmutatta legújabb művében. A magyar politikust, írót, Podmanicki Frigyest formálja meg születésének 200. évfordulójára, Ceglét felkérésére. A szobrász minden szabad idejében dolgozik kis műhelyében, még 2 hónapja van a második aranyt ábrázoló emlékművet elkészíteni Karlovy Variba. A mandalákat nagyon régóta használják vallási és spirituális hagyományok is, elsődlegesen meditációra, gyógyításra. A mandalák összetétele kultúránként változik, de jelentése világszerte közös, kör vagy korong. Ezt a színes világot ismerhette meg Nagy Árpádné munkáin keresztül a Balaton Színház közönsége. Egy elképzelt színes világ. Így jellemezhetnénk azt a látványt, ami a Balaton Színház Simándi termében fogadja a látogatókat. Nagy Árpádné nyugdíjas közgazdász munkáin keresztül megismerhetjük a színekben végtelent nyújtó mandalákat, az ázsiai kultúrák szellemi és rituális szimbólumát. Azt a kör alakú alkotást, ami lehet a meditáció útmutatója is. Azt a szimbólumot, ami a hinduizmusban és a buddhizmusban végigvezeti a hívő embereket az univerzum átváltozásának folyamatán. Amiben ha belépünk és a központja felé haladunk, megmutatja az utat a szenvedésből az örömbe és a boldogságba, aminek keletkezése körülbelül Krisztus előtt 560-ra tehető, és egy nepáli régióban született Gautama Siddhartha ember nevéhez fűződik, aki szerzetesi közösséget alapított, és bárhová utaztak, mandalákat vittek magukkal. Először a buddhizmus által Tibetben és Kínában jelentek meg, de hamarosan más vallási közösségek is alkalmazták, különböző kultúrákban, különböző értelmezéssel, különböző mandalák találhatóak. Így a tanító, gyógyító mandalákat és homokmandalákat alkalmazzák a legtöbbször. Meghatározott tervezés és dizájn mentén készülnek, vizuálisan szimbolizálják a tudást, a bölcsességet, a koncentrációt. De nézzük, hogyan készülnek az ősi szimbolikus jelek, a mandalák. A kép elkészítése nagy odafigyelést és elmélyedést igényel. Ahogyan a kiállítás anyaga is bemutatja, gyakorlatilag bármire és bármivel készíthetünk mandalát. Papírra, ceruzával, filccel vagy akvarellel, vászonra, akréllal, sejemre, falra, bútorokra. Ha akvarellel festünk, a színek gyönyörűen keverednek egymással. A legfontosabb a megrajzolása, a körök és a segédvonalak elkészítése. Utána már elképzeléseink szerint színezzük a képet. A mandala minden esetben szépen mutat.
A legfontosabb, hogy ráhangolódjunk a mandalázásra. Ismerjük a színek jelentését, mert minden szín mást jelent. Így egy színkoncepcióval már könnyedén elkészül a kép. De mit is jelentenek a színek a mandalában? Nézzünk néhányat a legismertebbek közül. A tisztítás színe a fehér, a szív egészségét a piros jelzi, a fekete a határozottságot és a pozitivitást, a kék a stresszoldás és fejfájás csillapítása, a szürke a bölcsesség, a zöld a felfrissülés, az egyensúly színe. Az élénksárga a kiegyensúlyozottságot és a méregtelenítést mutatja. Egy szóval, bármilyen színt használunk, előtte találjuk ki, mit szeretnénk a képpel megmutatni, mert minden szín jelentéssel bír. A mandala szépsége, minél többet készítünk, jön magától. A mandalák nem csak nyugtatnak, hanem képesek harmóniát teremteni, ha helyesen alkotjuk meg őket. A mandala művészetében a színek és a formák minden téren harmóniában vannak, az ősi hagyományokkal és a tanításokkal. A bennük elhelyezkedő alakzatok, geometriai formák a ritmikus ismétlődésekkel képesek hatni az élő világra, így az emberre is. Képesek hatni az öngyógyító képességre. Úgy tartják, hogy minden kép speciális rezgéssel bír. Pár éve már, hogy divat lett a mandala festés. A legbelsőbb énünkbe bepillantást engedő képeket sokan készítik. Nagy Árpádné munkáig különböző technikákon át viszi el a látogatót abba a világba, amit csak akkor ismerhetünk meg, ha elkészítjük a saját mandalánkat. A saját, mások által nem látható, de fantáziával a képek által elképzelhető világba. Nagy Árpádné mandaláit április 8-áig láthatja az érdeklődő a Balaton Színház Simándi termében. A Balaton Színház régészeti felfedezések bibliai tájakon sorozatának márciusi előadásán Jordánia látnivalóit ismerhették meg az érdeklődők. Dr. Gürtler Katalin régész mutatta meg azokat a helyeket, amiket az ideutazóknak mindenképpen látniuk kell. A közel-keleti arab ország Jordánia felfedezetlen, még bár egyre többen vágynak arra, hogy megismerjék, ma már jelentős turisztikai célponttá vált, a Mészkő-fennsíkon található ország bővelkedik látnivalókban. A 10 milliós Jordánia történelméről, természeti és épített kincséről is hallhattak érdekességet a sorozat résztvevői a Balaton Színházban. Jordánia összetett, ajánlott azoknak, akik hívők, hiszen a Biblia világának jelentős része megtalálható a területükön. Ugye hát a Nébóhegy főleg az, ami spirituálisan vonza a zarándoklatok résztvevőket, főleg a keleti országokból jönnek, tehát távol-keletről. És azon kívül ott van a Amman, szintén bibliai vonatkozású helyeivel, ott van a Jábok folyó, ahol Jákob és Ézsau találkozott hosszú idő után. És hát maga az egész terület, ugye a régi moábita, ammonita terület, ami szintén a Biblia olvasó emberek számára ismert. Az arab és iszlám kultúrájú országban több olyan hely van, ami egyedülállóként nyújt látnivalót, nem csupán szépségében, hanem történelmében is. Ilyen a Romváros. Petra az, akit mindenki úgymond szeretne egyszer látni, főleg az Indiana Jones filmek után. Petra tényleg, bár nem került a világ hét csodája közé, maga a csoda. Nem csak a történelme, egyébként van bibliai vonatkozása is, de úgyis lesz egy olyan előadás, ami a Nabateus Petráról szól csak, és a nabateusokról, úgyhogy ott majd ezzel lesz mondva. Hát nem lehet szavakkal leírni, hogy milyen. És ugye van egy holttenger is, ami, amikor a holttengerről beszélünk, mindenki mondja, hogy Izrael, nem. A holttengeren Jordánia és Izrael felesbe osztozik. Kicsit autentikusabb a Jordán rész, tehát nincs annyira beépülve, bár nagyon sok szálloda már épült, és nagyon sok szálloda már kihasználja ezt a lehetőséget, aki oda gyógyulni jön. És hát van egy akabai öble is, amely a Vörös-tengerre nyílik,
ott lehet hajózni, búvárkodni. Jó, nem akkora, mint ugye a Sharm el-Sheikh rész, inkább más, meg ennek is egy történelmi vonzata van, mert Salamon király kikötőjeként szerepel a történelemben. Egy rövid jordániai tartózkodás nem elég ahhoz, hogy minden látnivalót megnézzünk, mondja a szakember. A sivatagi királyság büszke a bibliai helyekre. A Rabat Ammon, az Ammonita főváros, amely ma is ugye Ammanként a Jordánia fővárosa. Ugye Jordánia egy fiatal állam, nem létezett az évezredek során. Egy 20. században keletkezett állam, Hasemita király uralkodik, egyedül itt a régióban, ugye a Hasemita királyság utolsó uralkodóinak egyike. Demokrácia van attól függetlenül, hogy királyság, tehát egy ilyen érdekes, mint Angliához hasonlítanám. Ugyanakkor ugye említettem, hogy sharia törvény van, tehát nagyon erős vallási törvények védik az embereket a mindennapoktól. Öltözék ennek megfelelő, tehát a nyugat-európai turistáktól is elvárják a zárt ruházatot. A viselkedésben a visszafogottabb viselkedést, ugye a szeretett megnyilvánulásokat otthon hagyni, vagy a hálószobába, és ezekhez hasonló. A Amman után ugye Nébóhegyet szokták megnézni. Nébóhegy az, mint említettem, spirituálisan fontos terület. Ugye Mózes itt kapta meg a ígéretet az örökkévalótól, hogy néked adom és utódaidnak ezt a földet. A Kánáról beszélünk, ugye a későbbi Izrael földjéről. Lehet megnézni a Medabát, mint történelmi helyet. Egyetlen keresztény városa Jordániának, számtalan templommal, bizánci templommal. A Medaba térkép az egy szenzációs lelet, ugye 1800-as évek végén találta meg egy misszionárius, az ókori Közel-Keletet ábrázolja Jeruzsálemmel a középpontba, fantasztikus. Az észak-déli kereskedelem útvonala és a harcok helyszíne az őskortól kezdve a királyok útja is számos történetet hordoz. Damaszkuszt és az akabai öblöt összekötő ókori útvonal második évezred óta szolgálja ezt a régiót folyamatosan. Csodálatos helyszíneken megy keresztül. Görtler Katalin áprilisban a Balaton Színházban két alkalommal kalauzalja el az érdeklődőket a bibliai régészet nyomán. Április 4-én az ősi városba, Petrába, majd 18-án Izraelbe látogatnak el előadásában. Aladdin történetét láthatták legutóbb a Balaton Színház legfiatalabb bérletesei. Ez egyike azon klasszikusoknak, melyet számtalan nép mesélt el és adaptált saját környezetéhez és kultúrájához. A Turaida Színház előadása, a közel-keleti népmese átdolgozása természetesen a fő motivumok megtartásával. Elfáradtam, de neked még van időd. Úgy van, tiszta szívű. Jákó, adod-e neki az ezt? Tiszta szívű. Na jó. Elbírod, nyanya? Elhát! A történet szereplői sokszínűek és érdekesek. Aladdin a fiatal és szerény fiú, aki hősiesen állja a sarat és megmutatja, hogy bármilyen körülmények között is, de az ember képes legyőzni a nehézségeket. A történetben kitüntetett szerepe van az olajlámpásnak, Genie ennek segítségével hívható elő. Mit parancsolsz, édes gazdám? Gazdám? Ha, én vagyok az izé palackja, vagyis a palack izéje. Szelleme? Mi? 1000 éve nem engedett ki senki. Gondolj, de 1000 éveben a fémműtűrben. Borzalom, ki? Te, én nem vagyok egy hisztis csávó, de ez megviselt. Egy ilyen belépő után nem bánott a szállok magamra fél percet. A Turai Ida Színház közel 9 éve játssza a darabot. Pásztor Máté már a kezdetektől fogva bújik Genie jelmezébe. Nagyon szerettem, mert a rendező Boros Zoltán, ő sokat segített, de szabad kezet is adott ebben a dologban, és én azt szeretem. Szóval nyilván ebbe éreztem, hogy lehet soknak lenni, és nem csak azért, mert hogy ő a Genie. Meg nyilván attól függ, hogy milyenre veszük a Genie figurát. Itt a szövegkörnyezet adta magát, hogy ez egy vicces Genie, mint a rajzfilmben, vagy mint a filmben. Szóval nem a
nagy univerzális erő, akitől félnek úgymond egy kicsit, vagy tartanak a nagyhatalom, hanem a vicces karakter. Aladdin története számos tanulsággal és üzenettel szolgál. Az egyik legfontosabb üzenet az, hogy az embernek mindig hinni kell önmagában és a képességeiben, még a legnehezebb helyzetekben is. Emellett az is fontos tanulság, hogy az anyagi dolgok nem mindig az élet legfontosabb részei, és hogy az igazi boldogságot az ember belső értékei és az őszinte kapcsolatok jelentik. Ezeket az üzeneteket kell a gyermekek nyelvére fordítani a színészeknek. Ismerik is, szerintem a mai gyerekek is sokan ezt a történetet. Én azt gondolom, hogy kevesen nem ismerhetik, de aki először találkozik vele, és lehet, hogy a mi előadásunkkal találkozik először, szerintem érti ezt a dolgot, hogy ez a szellem, ez igazából segít a kívánság tételben, ami ugye három mindösszesen, és szerintem ők is otthon lehet eljátszanak a gondolattal, hogyha lehetne három kívánságuk, akkor mi lenne az is. Jászmin, tudod, hogy nem engedhetlek ki? Annyi ott a szeszély! Találjuk a szeszély! Jaj, úgy is lehet mondani. Ígérd meg, hogy soha nem hagyod el a pagotát. Jászmin szerepében Szőke Laurát láthatjuk. Személye és a vele való kapcsolat válik Aladdin motivációjává és ösztönzőjévé. Szerelme és a vágya, hogy méltónak mutassa magát Jászmin iránt, ez vezeti őt a különféle cselekedetekhez és kalandokhoz. Elég sok hercegnőt játszhattam már így a Turaida Színházban, és ő az abszolút kedvencem. Azt gondolom, hogy amit ő képvisel, mind a mellett, hogy persze nagyon kedves, szép, aranyos, bájos, de az a bátorság, amivel ő az egész darab során létezik, hogy ő bármit megtesz azokért, akiket szeret, és hogy ő vágyik arra, hogy tanuljon, hogy lássa a világot, hogy kicsit többet kapjon annál, mint amibe beleszületett, vagy ami alapból jár neki. Ő mindig többet akar a lehetőleg jobb értelemben, úgyhogy szerintem egy nagyon-nagyon jó példa lehet minden gyereknek, aki ezt az előadást megnézi. A szerelem. Jászmin. A szultán lánya, a gyönyörű Jászmin a kezemet fogta. Amiért akár a fejemet is vehetik. A Jászmin és Aladdin közötti szerelmi szál egyike a történet főbb motivumainak. A két karakter között kialakuló kapcsolat a cselekmény fontos részét képezi, és az egyik fő mozgatórugó. A gyerekek is értik, miről van szó. Szerintem abszolút értik. Szerintem minden egyes szót, minden egyes történést értenek, természetesen a maguk szintjén, de mindig mondjuk, hogy a gyerek nem érti, csak pici. Sokszor máshogy értelmezi a dolgokat, de abszolút jönnek velünk, minden poént, mindent értenek, és ezt a reakciókból mindig érezzük. Aladdin meséje a kisebb korosztály számára íródott. Nem csak egy izgalmas kaland, hanem egyúttal kulturális jelentőséggel is bír. A Közel-Keleten keletkezett történet olyan értékeket és hagyományokat tükröz, melyek fontosak ezen régió kultúrájában és világnézetében. Pásztor Máté színész a barátságot emeli ki. A barátság. Nekem a barátság az, hogy sok haverság van, sok, azt mondom, hogy felszínes barátság, de az igazi barátság az többről szól, mint hogy van három kívánságod, és utána lelépek, hanem utána is megmarad, úgy, mint ebben a mesében is, hogy felszabadították a dzsinn, de aztán ők megmaradnak barátok ugyanúgy, szóval nem egy érdekkapcsolat volt, hogy csak a kívánság miatt. Azt parancsolom, hogy légy szabad! Tedd hozzá a nevét! Azt parancsolom, hogy légy szabad, dzsini! A darab díszlete Nemes Rihárdnak köszönhető, a koreográfus Borbély Krisztina. A jelmezeket Kassai Judit álmodta meg, a darabot Boros Zoltán rendezte. Most pedig nézzünk néhány kulturális csemegét a következő napokból. Március 29-én nagypénteken 10 és 14 óra között a Festetics Imre Élményközpontban Nyuszi Fülfesztiválra várják a családokat. A színes programok között lesz tojásfestés, állatsimogató és lovas bemutató is.
Április 2-án, kedden és 3-án szerdán este 7 órakor láthatja a Balaton Színház közönsége a Keszthelyi Szálinger Balázs Babérkoszorú és József Attila Díjas író Becsvölgye című színművét az zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház előadásában. A keddi előadás után a rendezővel és a színészekkel közönségtalálkozót is tartanak. 4-én csütörtökön délután 5 órától a Fejér György Városi Könyvtárban író-olvasó találkozóra várják az érdeklődőket. Tapodi Brigittával és Szép Zsolttal Hegedűs Éva beszélget. Kultúrbarangolásunk mára ugyan véget ért, de a tvkeszthely.hu weboldalon, valamint YouTube csatornánkon visszanézhetik műsorainkat, és megtalálnak minket a Facebookon is. Ne felejtsék, szignatúra csütörtökönként itt a Keszthelyi Televízióban. A műsor készítői nevében is kívánok áldott, szeretetteljes húsvéti ünnepeket. A jövő heti viszontlátásra!